egy fantasztikus történetet fogok olvasni, ami segít bennünket, hogy minél inkább készen legyünk az Úr visszajövetelére. Lukács evangélium 5. rész, első 10 verse, egy fantasztikus ige, gondolom hoztatok Bibliát, aki hozott Bibliát, nyugodtan felemelheti, ha nem szégyeled, emeld fel, és mondjad velem együtt, Istennek a beszéde a mai napon is élő és ható. Teljes szívemből hiszek Isten igébe. Na, akkor olvassuk el. És lőn, hogy amikor a sokasság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állvala, és látta két hajót állani a vizen. A halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simonévala, kéri őt, hogy vigye egy kicsit beljebb a földtől. És mikor leült a hajóból, tanítá a sokasságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, vessétek ki hálóitokat a fogásra. Felelvén Simon mondta neki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót, és ezt megtévén halaknak nagy sokaságát keríték be. Szakadoz vala pedig az ő hálójuk. Intének azért társaitnak, akik a másik hajóba valának, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esélyt mondván, eredjél én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ővele valának, a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlatosképpen Jakabot és Jánost is, az Ebedeus fiait, akik Simonnak társai valának, és mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Amen. Azért tetszik rendkívül módon ez a történet, mert ez egy hatalmas fordulatról szól. Egy áttörésről szól. Egy hatalmas csodáról szól. Hogy hogyan tudj, mit jelent az Úrral való találkozásban. Annyi áldás van. Ő az, aki a kudarcot sikere tudja fordítani. Dicsőség az Úrnak ma is. Egy olyan Jézus Krisztusban hiszünk, ki tegnap, ma és örökké ugyanaz. Mondja velem együtt, Jézus Krisztus tegnap, ma, s örökké ugyanaz. Ő, aki a sikert, kudarcot tudja fordítani a te életedbe, bármilyen területen is, még kudarc lenne az életedbe, van egy jó hírem, sikert tud az Úr fordítani belőle, nem csak sikert, hanem azt mondja a Biblia, hogy felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Nem csak átsegít az Isten egy éppen átjuss, hanem felülemel a dolgokon, sőt, nagyon-nagyon jót hoz ki. Hát nincs csodálatosabb, mint egy olyan üzenetet hallani Jézus szavából, hogy ne félj, fiam, ne félj, Péter. Egy új korszak jön az életedben. Igazából ez a történet a korszakváltásról szól. Hányan szeretnéd egy más korszakot az életedben? A győzelem korszakát. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr mit akar? Erőről erőre, győzelemről győzelemre. Nem vonzó ez a korszak? Hát ez az Úr akarata az önévéhez. Mi ezt a világot kívül nem tudjuk megváltoztatni. De Isten ezekben a helyzetekben minket győztessék tud és akar tenni. Győzelemről, 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 győzelemről. Meddig? Míg megjelenünk az Úr előtt a Sionon. Míg hallod az Úrnak a trombitáját. Mikor hallod, hogy az Úr felszippant innen. És azt mondod, Uram, érdemes volt, dicsőség az Úrnak. Ez a történetben rendkívül sok spirituális igazság van, annak ellenére természetesen megvan a maga történeti értéke is, de én ma azokat a szellemi igazságokat szeretném kiemelni, ami úgy gondolom, hogy számunkra külön fel lett jegyezve, nem véletlen, hogy ilyen aprólékosan van feljegyezve ez a történet. Lényegében úgy kezdődik ez a történet, hogy kimennek a tanítványok halászni, és nem fognak semmit. Egy nagy kudarccal kezdődött ez a történet. Halásznak, és nem fognak semmit. Szerencsére nem rólad van szó, a tanítványokról. De ha volt az életedben, vagy van valamilyen terület az életedben, akkor szeretnék neked mondani valamit. Ne veszítsd el a reménységedet. Jézus Krisztus az, aki ebben a legkritikusabb időben látogatja meg a tanítványokat. A legnehezebb pillanatokban megy oda, hogy segítsen.
Isten nem fordul el az embertől, amikor kudarcot vall, hiszen ő teremtett bennünket. Nagyon jól tudja, milyen vívódásokkal találkozunk, személyesen, gyülekezetileg, családilag, vagy gazdaságilag, vagy bármilyen területen az életünkben. Nem vett meg az Úr, és nem is csodálkozik. Mi szoktunk csodálkozni, pláne egymáson, ha, meg te itt tartasz. De az Úr, az Úrat ezt nem lepi meg, hanem tudod, mit csinál, oda megy az Úr. És tudod mit, azért jöttem, hogy segítsek rajtad. Tudod, kit küldött el Jézus, az Atya, hogy segítsen rajtunk? Az egyetlen fiát, Jézust. És ha most úgy ülsz itt, aki szeretnél egy új korszakod, de fájdalmas kudarcok vannak mögötted, akkor nagyon jó helyen vagy. Pont jó helyen vagy. Elmehetsz úgy, mint egy hős. Elmehetsz úgy, mint Péter, Jézus szavaival a szívedben. Nézd meg, a kudarc után viszont Péterben és a halászokban volt egy rendkívül inspiratív bölcsesség. És azért tetszik az ígének a részletes leírása, mert mindegyikben van számunkra is üzenet. Mit csinálnak a halászok a kudarc után? Mit szoktál te csinálni a kudarc után, gondolkozz el? Mit csináltak a halászok a kudarc után? Nagyon meghatározza az embert. Az ember karakterét két állapot árulja el. A siker és a kudarc. Egy emberről, hogy igazából kicsoda, ez a két állomás dönti el. Mert van olyan átlag ember, emlékszek nagyon sok ilyen ember a kommunista időben, tudtak köszönni, teljesen oké volt. Azt hittem, hogy milyen jó szomszédok. De valahogy nem jött össze nekik, egy jobb autót vett valaki, már elfelejtettek köszönni. Vagy ha ő vett nagyon jó autót, nem tudott köszönni. Nekem is vannak ilyen szomszédaim, hogy úgy viselkednek, mint a vakok volnának. Attól függően, hogy milyen autóval látnak, akkor köszönnek, vagy nem. De amikor Dacia-val látnak, egyáltalán nem köszönnek. Mert számukra az autó a lényeg, nem az ember. Ez nem engem minősít, sem az autómat. Engem nem is érdekel, milyen autóval járok. Az a lényeg, hogy az Isten segítséggel jussunk az A-ból a B-be. De elárulja az emberek szívét a siker, a pénz és a pénzhez való hozzáállás. Akarod tudni valakinek, hogy milyen a szíve, így meg tudod nézni. De van egy másik állomás is, és ez nem más, mint a kudarc. Mikor valami nem sikerül. Legtöbb ember, tudjátok, mit csinál? Kezdi hibáztatni. Ceausescu-tól kezdve, Iliescu-tól kezdve az egész bandát lefele. Csak egy probléma van, őt magát kihagyja belőle. Van, aki pedig elkifog, és mindenkit magát is hibáztatja, de a tanítványok valami olyan tettek, ami számunkra minden üzenet, és úgy gondolom, hogy ez a Biblia eljárás. Tudod, mit csináltak? Mosták a hálót. Szerintem egész éjszaka, ha valaki halászik, az jól elfárad. Én elég sokat eveztem katonakoromban, mert minden nap átmentünk a Dunán oda és vissza. Az egy jó fáradtságos munka. Ha valaki evezett, tudja, hogy nézni nem olyan fáradtságos, de haladni igen. Egész éjszaka haladtak, csak nem haladtak semmire. És akkor mit csinál? Rájött, hogy az így nem lehet lefeküdni. Meg kell mosni a hálót. Lehet, hogy ez a legjobb. És úgy gondolom, az első tanulság mindannyiunknak, ha szeretnéd az életedben, új korszak jöjjön be, hogy Isten beavatkozzon, hogy meglátogasson, ne másokba keresd a hibát, ne másokat hibáztasz, kezd el tisztítni a hálódat. Mi is a háló? Nézzük meg a Bibliát. Egy csodálatos ígét olvasok fel, mivel, hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, Isten félelmébe vívén véghez a mi megszentelésünket. Meggyőződésem, hogy ettől az ígétől függ, hogy egy ember milyen korszakban él. Élhet úgy, hogy kudarc-kudarcra halmoz, kudarc-kudarcra, kudarc-kudarcra, mindenkit szíd, hogy született ebbe a szerencsétlen országba, hogy milyen ez a rendszer, hogy milyen az, nincs segély, nincs ez, nincs az.
De élhetsz úgy is, hogy győzelemről győzelemre. Hogy amikor valami nem úgy jön össze, vagy kudarc jön az életedben, azonnal állj neki, és meg kell tisztítani a hálót. Valami mocsok került a hálóba. Valamiért a halak azt a parancsot kapták a Teremtőtől, hogy ne menjenek be ebbe a hálóba. Az Isten akarata veled kapcsolatban az, hogy győztes légy. Az Isten akarata veled kapcsolatban, hogy sikeres légy. Az Isten akarata az, hogy ne kudarcban, és ne verességben, hanem sikerben és győzelemben éljél. Az életed minden területén. Minden területén. Minden területén. Mondd el a szomszédodnak, az Isten akarata, hogy győztes légy az életed minden területén. Mert Jézus mondta, hogy én győztem, és ti is győzni fogtok. Én legyőztem a gonoszt, bízzatok, ti is győzni fogtok. Jézus Krisztus megharcolta a nagy harcot, neked is győzni lehet, neked is lehet győzelmed. De az első titok, amit nekünk kell megtenni, mert ugye hisszük azt, hogy azt tudjuk, hogy a Szent Szellem megjelenésével az egyik legnagyobb dolog, hogy megtisztít a Szent Élek. De vannak olyan tisztítani valók az életünkben, amit nekem kell az én életemben, neked kell a tiédben, és senki nem teszi meg helyetted. Sőt, a Biblia kétfajta tisztátalanságról szól, testiről és szellemiről. Talán a szellemiről csak egy igét hadd mutassak nektek. Egy alkalommal a tanítványok Samariába mennek, ha jól emlékszek, és szállást keresnek. És mondják, hogy Jézus, nincs a számodra szállás. Erre két jó szeretett tanítvány, János és Jakab, mondják Jézusnak, hogy mi imádkoznánk egyet. Tüzet kérünk az Úrtól, mert azok, akik visszautasítják a megváltót, azok megérdemlik. És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy nem tudjátok, mi nemű szellem van bennetek. Mi is történt a tanítványokkal? Ahogy ők jártak Samarián, szellemi fertőzést érte őket. Drága testvéreim, rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk, hogy ahogy mi a világban járunk és mozgunk, nem csak jó dolgok érnek bennünket, hanem fertőzők is. Hát, hogyha ott volt Jézus, a legcsodálatosabb személy, aki egyszer a Földön volt, ott voltak mellette, mégis meg tudtak fertőződni a samariak kívülről beléjük jött, úgyhogy ők ezt nem is vették észre. Úgy gondolom, hogy egyik legnagyobb kihívás nekünk is, hogy amikor az emberben valami nem úgy sikerül, hogy kéne, akkor le kell állni és megnézni először is, hogy nem-e kaptunk szellemi fertőzést. Nem mindig van tisztában azzal az ember, hogy fertőzést kap. Jól mondom? Hol van a doktor úr? Hol vagy? Fertőző doktor, hol vagy? Hátul van? Vagy átöltözött? Na mindegy. A fertőzésnek a legnagyobb baja, hogy sokszor az, aki meg van fertőzve, nincs tisztában azzal, hogy meg van fertőzve. Ezt transzparencia törvényének nevezik, hogy amikor bemegy például a gyerekek nagyon sokszor az iskolából, elég rossz szellemet tudnak hazahozni. És ha a szülők nincsenek észnél, nagyon hamar bejön a házba a perpatvar. A kicsi maszkura is haza tudja hozni ezt, az óvodából is, az iskolából is. És olyan hamar fejre tetejre állítja az egész lakást, nem érti senki, hogy mi van. Hát hazahozott a kis postás táskájába azt, amit nem vártunk. És ezekkor meg kell tisztítani a lakást. Azt mondja a Biblia, hogyha bementek egy lakásba, a ti békességetek ott marad abban a lakásban. Ahogy a jó tud terjedni, a rossz is tud úgy terjedni. Ezért nagyon oda kell figyelni, milyen emberekkel tartod a kapcsolatot, honnan importálsz dolgokat. Mert lehetnek olyan fertőzések, amik okoznak nagy-nagy kudarcot. Például Jézus azt mondja Péternek, úgyis a tanítványoknak, hogy meg kell mossam a lábad. Kezdi mosni Jézus lábait, a tanítványok lábait, mire Péterhez is azt mondja, Uram, egy pillanat. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus, oké.
De ha meg nem moslak, semmi között hozzám. Annyi között van az Úrhoz, amennyire engedett, hogy megtisztítson. Nem azt kell fújni, hogy okos vagyok, hanem Uram, ha kell. Mikor rájött Péter, azt mondta, fejemet, lábamat, mindenemet, mert nagyon meg kell mosni. A másik dolog, amit látok még az igében, a testi megtisztulás, mert mondja, hogy minden testi és minden szellemi. A tisztítás egy normális háztartásban, a mosás, a tisztítás, az egy normális folyamat. Az nem normális, ha valahol nem mosnak. Az már nem normális. Nem? Akkor kérdem tőletek, miért ilyen nehéz meggyőzni a keresztényeket arról, hogy meg kell tisztítsuk magunkat? Mert egy nagyon rossz mentalitás uralkodik az emberek fejében. Megtértünk, elmondtuk a megtérés imáit. Ezzel nem befejeztük a dolgokat, hanem elkezdtük, testvérek. A megtisztulás és a megszentelődés ez egy folyamat. Elkezdődik az emberben egy őszinte imával, de a megtisztulást az egy hosszú munka, pont úgy, mint egy normális lakásban. Nem tudom, hogy szoktátok nálatok, évente egyszer szokott mosni, van, lehet, hogy van olyan is. Nagyon sokat spórolhat az ilyen a villannyal, de valószínű, hogy lakhatatlan az a ház. Ha jól megnézitek Jézus imájában, mi azt tanítja nekünk Jézus, hogy minden nap kell mosni. Azt mondja, bocsásd meg a mi bűneinket, ami mindennapi kenyerünket ad meg. Ne úgy élj, mint akinek ne lenne szüksége. Ne szégyeld azt, hogyha keresztény vagy, hogy Uram, ezt rosszul mondtam, bocsáss meg. Ezt meg kell változnom, tisztíts meg. Ezt rosszul csinálom. Tévedtem. Az nem szégyen, hogyha egy lakásban hallod, hogy megy a centrifuga. Az nem valami botrány, ha valahol van mosógép. Akkor miért botrány az, hogy egy keresztény arról van szó, hogy meg kell térni? Hát én már meg vagyok térve. Meg vagyok térve. Tudjátok a viccet. Beszél két keresztény, mondja, hogy én meg vagyok térve. Mondja másik, én már 20 éve meg vagyok térve. Másik rá vagyok, 10-et abból letagadhatsz. Én nem tudom, hány éve vagy megtérve, azt nem tudom, hogy hány évet lehet abból letagadni, de egyet tudok, hogy szükségünk van újra és újra megtisztítani. Simon rendkívül inspiratív volt. Rájött valamire, a hálót meg kell mosni, nincs alvás, nincs pihenés, amíg nincs megmosva a háló. És nagyon sokszor, amikor kudarc van, legtöbb, különösen a férfiaknak van ez a hajlamok, hogy bevágják a fáradtot. Fáradt vagyok, hagyj békémet. És ez a fáradtság, ez nem szokott jó lenni. Sokkal jobban lehet aludni és pihenni a siker után. Ha az ember dolgozott, elfáradt, de sikeres volt, akkor édes a pihenés. Kudarc után nem lehet még aludni se jól. Az ember agya forog, pörög. Nézzük meg még a testnek a megtisztulását. Mit mond a Biblia? Galata 5.24-et olvasom, akik ismeritek az igét. Akik pedig Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Na, röviden nem akarok erről hosszan beszélni, de két területet szeretnék megmutatni Galata levél alapján. Két területtel kell foglalkozni minden kereszténynek a testi dolgok. A szellemi fertőzést azt figyeljetek, mert kivel imádkozol, kit hallgatsz, kitől veszel üzeneteket, ez a szellemi. Vagy kivel kapcsolatban vagy, ma erre nem foglalkoznék sokat. De a testi tisztulásról két dolgot mond az ige. Akik Krisztuséi megfeszítették a testet indulataival és kívánságaival. Két dolog van, amit nem tudsz leimádkozni. Az indulataidat, ezt nem lehet megimádkozni. Nem lehet olyan nagyot imádkozni, ne legyenek indulataid. Ha már annyit imádkoztál, hogy nincsenek indulataid, akkor már valószínű, hogy más énekel melletted, és te hallgatod. Az nem probléma, hogy vannak indulataid. Az a probléma, hogy ha nincsenek ezek megszentelve. A kívánság az is ilyen. Ne azért imádkozz, hogy neked ne legyen kívánságod.
Annyit nem tudsz imádkozni. Ha te annyit tudsz imádkozni, neked nincs kívánságod, akkor ott azt jelenti, hogy már vagy a mennybe vagy, vagy el vagy már ragadtatva, vagy valahol máshol élsz. A testnek ez a két üzeme működik minden embernek, amíg egészséges. Sőt, szeretnék valami vigaszt is mondani a fiatalodnak, akik nagyon, nagy, nagyon heves kívánságokkal küzdenek, vagy de lehet, hogy korosabb vagy, és te is küzdesz. Adj hálát az Istennek, hogy jól működik a motor és a biológiád. Az egy ajándék. Hát azért nem elkeseredni kell, hogy hú, működik. Hát örülj neki, hogy nem vagy beteg, nem vagy szerencsétlen, nem mondok még valamit. De hozzá gondoljátok ti. Légy hálás az Úrnak. De mi a teendő akkor? Azt mondja az igen. Nézzük meg az indulatokkal, mert először is. Mit csinálnak? A testet megfeszítették az indulataival. Na nézzük meg Kolossiban, azt mondja az igen. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat. Paráznosság, tisztátalanság, bujasság, gonosz kívánság, fösvénység, ami bálványimádás. Azt hinni az ember, hogy egy kereszténynek ilyennel már nincsen gondja. Mint ahogy emlékeztek, sokszor mondtam nektek, hogy az egyik tanács, amit a házasságunk előtt kaptunk, egy idős házaspárról az volt, mondta, hogy azt kívánjuk, hogy sose béküljetek ki. Mondom, ez érdekes, mondom. És az első hónapokban még el is hittem, hogy lehet olyan élet, aztán hamar rájöttem arra, hogy ez nem így működik. Én pedig azt szeretném, tehát miért? Mert egy rossz mentalitás. A Kolossé levél kinek írodott? Keresztényeknek? Keresztényeknek. És azt állítja Pál apostol által a Szentlélek, hogy a földi tagjainkhoz az első dolog, ami tartozik, azt úgy hívják, hogy nem a kezed, és nem az orrod, és nem a lábad, hanem az, hogy paráznosság. Hú! Fúj! Legtöbben inkább elkerülik a témát, mint hogy szembenézni vele. Emberek, csak akkor tudsz győzni, ha ezzel szembenézni. Mi a teendő ezzel? Meg kell öldökölni. Halálba kell adni. De foglalkozni kell vele. A tisztántartás, a szellemi és a testi megszentelődés pontosan olyan, mint a takarítás és a mosás. Jobban látszik, ha nem csinálják. Az mindenütt látszik. Jártam olyan házba, egy alkalommal, Emmával voltunk, sok-sok évvel ezelőtt, nem vásárhelyen volt, nem gyűlis volt, nyugodj meg, nem rólad van szó, nem prédikállak ki, ne aggódjál. Bementünk egy házban, és amikor le akartak ültetni, akkor rájöttünk arra, hogy olyan koszos minden, hogy akár mire ülünk, beragad a ruhánk. Én nem jártam addig életembe, szerencsére azóta se olyan házba, hogy a mocsok, a por és még valami zsír keverékéből, egy olyan vegyület, mindent beborított, de konyhára gondoljál, ragadott, de úgy vastagon, olyan milliméteres, minden. Voltam még egy másik házban, de ott a tulajdonos nagy látási problémákkal küzdött, úgyhogy őt felmentjük ez alól. De amikor a poharat idatta, hogy igyunk belőle, a macska szőröket egyszer félre kellett fújni belőle, hogy valami legyen. Elképzelhetitek, hogy azt hiszem akkor fogytam életem a legtöbbet. Retten, és több napig kellett lakjunk náluk, mert hát olyan helyett a helyzet, nem tudtam hova megyek. Borzasztó dolog olyan helyen élni, ahol nincs mosás. Tehát az, ahol letagadjuk magunkról, hogy nekem ez nem probléma, mint néhány képmutató farizeus testvér szoktam. Nekem ez nem probléma, ne hülyéskedj. Te nem vagy normális, vagy hazug vagy. A kettő közül lehet valami. Ha élsz, vagy nem vagy normális, és beteg vagy, az agyadra főként, vagy pedig hazudsz. Minden embernek a földi életben, a testével a legnagyobb harca a paráznossággal van. És ebből kétfajta van, csak olyan, mint a kövesdombi emberek, mikor kérdezik a kövesdombi emberek, te nálatok van ruszti?
kétfajta, most már nem érvényes, de ez csávó időben volt. Mondták, kétfajta ház van. Volt, ahol elismerik, hogy van rossz, és van, ahol letagadják. De mindenütt van. Ma már, hála Istennek, megváltozott a helyzet. Remélem legalábbis. De nincsen, nem, kiirtották, úgy gondolom, most azért most már tisztaság van. De ez csávó időben ilyen volt. Körülbelül ugyanez a helyzet a paráznossággal és a test problémáival. Csak kétfajta ember keresztény van. Van, aki elismer, és van, aki letagadja. De olyan nincs, hogy ne legyen ez probléma. Ezzel szembe kell nézni, és ennek harcot kell, sőt azt mondjam, hogy meg kell ezt öldökölni. És ezt úgy öldököljük meg, hogy a Názaret Jézus nevében hatalmat és erőt veszek, és megtagadom a paráznosságot, és nem leszek parázna, és nem leszek tisztátalan. Ez nem csupán a testi aktusra érvényes, hanem ez a gondolatra, érzelemre, tekintetre, öltözetre, beszédre és viselkedésre érvényes. Mert ezek ilyen árulkodó jelek. De ezt nem tudod úgy megimádkozni, hogy neked ez ne legyen probléma. Hát, hogyha te így megimádkoztad, akkor már fel vagy kötve, már lógsz valahol. De örülj annak, hogy élsz, de ezzel ennek hadüzenetet kell küldeni, függetlenül, hogy hány éves az ember. Találkoztam öreg emberekkel, én azt gondoltam, amikor fiatal voltam, hogy az öregeknek milyen jó, mert ilyen problémák nincsen. Aztán rájöttem arra, hogy az öregek fineszesebben, ravaszabban, de még mocskosabbak, mint a fiatalok. És ha nem úgy nyilvánul meg, mint a fiataloknál, nem annyiba az akcióba, de a fantáziájuk szerintem sokkal rosszabb és mocskosabb. Tehát értsd meg, ne az időtől várd, hogy megoldod a problémát, mert hogyha nem harcolod meg fiatalon, akkor lesz egy hülye, öreg, pervez keresztény belőled. Csak az nem fog a mennybe jutni. Mert azt mondja Jézus, hogy aki tekintetével már paráznosságot követel, az is paráznosság. De nagyon is komolyan kell ezeket venni. Hogy kell csinálni? Harcot üzenek neki. Ahogy megmutattam ezt az imát, mondjátok te is utánam, akinél ez aktuális, aki nem, az mehet haza. Jézus nevében. Erőt és hatalmat veszek. Megöldökölöm az én földi tagjaimat, tisztátalanságot, paráznosságot és gonosz kívánságot. Jézus nevében megvallom, hogy az én testem a Szent Szellem temploma, és nem a bűné. Ámen. Ezt többször hittel így elmondod, és ezt csak észreveszed, hogyha harcot idézel, mert mit mond a Biblia? Álljatok ellen az ördögnek, és elfut. Le tudod győzni ezeket a dolgokat, mert ez a testnek a része, az új ember meg van romolva. Megtérésünk után nem kaptunk más testet, még mindig bennünk van az atyáinktól örökölt gonosz, tisztátalan hajlam. De dicsőség az Úrnak, örököltük Krisztus természetét. De ez még a szívünkben van, még a testünk még kalimpálna másfele. De mit kell csinálni? Fogjul ejteni. Harcot, üzenj harcot, és harcod meg a hit nemes harcát. Tovább mondja az ige. Még azért ide egy kicsit mondanék, például a gonosz kívánság, mondjuk a bujaság, az mindenféle tisztátalanság, feltelmesség, de ide tartozik a homoszexualitás is. Hadd mondjuk ki nyugodtan, még engedik, reméljük, majd itt el lehet mondani, hogy a homoszexualitás az bűn. Tehát még nem lett meleg az Isten, ne aggódjál. És senki kedvé nem is lesz. Úgyhogy ez is ide tartozik, és a gonosz kívánság, de a gonosz kívánságban például oda tartozik az, hogy valaki kívánja más autóját, más vállalkozását, más feleségét, más házasságát, más szolgálatát, más elhívását. Ez mind gonosz. A tizedik parancsolat, a tíz parancsolat közül mit mond? Ne kívánd fele barátod, házát, se szamarát, se feleségét, se semmiét, ami a te fele barátodé. Mert minden más kívánása az gonosz. Ez egy harc. Lehet, hogy imádkozol egy szép autóért. Mondjuk, milyen autóért imádkozol? Egy szép BMW-ért. Imádkozol, bocsássanak meg a Mercedesesek. És
és látod, hogy imádkozol, és beállít a testvére egy szép BMW, amit te imádkoztál. Uram, mi történt? És akkor kell köszönjegni. Hát köszöntelek szeretettel, használd egészséget, és akkor látod, hogy az izzadság folyik le, az irigység és a kívánság eldeformálja, torz arc, erőlteti magát, hogy mosolyogjon, de közben kinyálva. Borzasztó dolog így élni. És szeretnék mondani nektek valamit. Itt Kelet-Európában az emberek el vannak állítódva, el voltunk állítódva évtizedeken át. Évtizedeken át arra tanítottak bennünket, jön majd a nyugat, aztán majd a nyugat segít rajtunk. Annyi segítséget hoztak ide, hogy nem férne el Vásárhely főterén. Tényleg hoztak. Kérdem tőletek, hogy mi látszik belőle. Tudjátok miért? Mert nem a segély emel fel egy országot, egy embert, hanem a munka és az Isten áldása. És ez néha keresztényekben is benne van, hogy tessék, most jött ki a telefonszámám, majd a gázszámám, tessék, nézzél, nem nyúl a zsebébe, hogy adjon valamit. Soha ne utaz rá, ne kíván másnak a pénzét. Ne kíván másnak az óráját. Milyen órája van, az igen. Az igen, szerettem az enyémet, nem mutatom meg direkt. De nagyon sokszor, vagy tudok olyant, hogy hölgyek nem mernek felöltözni a gyülekezetbe szépen, mert ezzel találkoznak, hogy másik, szilyen szép ruhád, az másik, már sárgul el tőle. Hát ne hülyéskedj, ember. Addig az Isten nem áld meg egy embert. Addig csak üres hálója lesz annak, akinek a hálója koszos. Péter valamire rájött. Meg kell tisztítsam, nem tudok sok mindent, de egyet tudok, hogy koszos hálóval nem fogok még egyszer még próbálkozni se. A motivumoktól, az indulat, a titkos kívánságoktól. Ne kívánd, ami a másé. Gyakran oda jött hozzám egy fiatal ember, és mondja, pásztor, imádkozzál, nekem is olyan autóm legyen, mint a tiéd. Aztán két szó, hogy elmondtam neki, te figyelj, az az igazság, hogy azért egy kicsit ez párosodik mással is. Először is, hogy nagyjából lehet, hogy dolgozni, de is kéne körülbelül ugyanannyit. És ami a rosszabb, meg kell öregedjél, mint én. Az áldásnak vannak korszakai. Ahogy nem adod a 6 éves gyereknek oda a szép autót, kulcsát, az áldásnak is vannak szintjei. És mikor az ember oda jut, akkor megáldja. Isten jó. Ő meg akarja tölteni a hálónkat. De amikor az ember a kívánságával nem bír, nem, sehol nincs a Bibliában olyan, hogy betölti az Úr a kívánságodat, vagy a szükségedet a te kívánságod szerint. Nem ez alapján, nem Isten jó. És tudja, hogy az áldást ő neked meg tudja adni, anélkül, hogy elvegye valakitől. Akarod? Az irigység az egy rendkívül negatív erő, az egy negatív hit. Az egy kontraproduktív, tehát amíg az ember ebből nem szabadul meg, addig nem előre segít a dolgokat, hanem vissza. Körülbelül ott kezdődik az áldás, amikor tiszta szívedből tudsz lelkesedni és örülni a más áldásán. Valakinek sikerült egy jó házat tenni, dicsőség az Úrnak, szívből, látszod, örül, megajándékozott, megáldod, meg nem úgy, de honnan van neki? Miből? Én elmagyarázom, téglából, betonból, vasból, fából, ebből van. De soha nem az irigységedet fogja Isten megáldani, hanem a tiszta hálónkat. De a Biblia azt mondja, hogy egy irigységre vágyik az ember lelke. Nem a valakié, hanem az, akit a tükörbe látsz. Mindannyiunké. Ezzel mindenkinek van harca. Nem, hogy azt képzeld, ha nem Jerbit csinálod ki magadba, rendszeresen kinő, mint a vad búrján. És utána még mondja a Biblia a fösvénységet. Ez is egy nagyon nagy akadály. Kicsit meg is döbbent. Azt mondja, paráznoság, bujaság, ez a meleg csavar, tisztátalan kívánság,
És fösvénység. Mert a fösvénység azt mondja, hogy bálványimádás. Szeretnék valamit nektek mondani. Az Úr hamar vissza fog jönni, és nem viszel egy lejt se a mennybe. De jól gondolkod el azon, amit van, házadról, pénzedről, ruhádról, amit van, nem fogod elvinni. Tudod, mi van a legjobb helyen? Amit az Isten szolgálatába állítottál. Az túléli a mulandóságot. De mindent itt hagyunk. Ez fösvénységre nagyon valamiért allergiás az Isten. Mert ő nagyon nagy lelkű, és elvárja, hogy mi is azok legyünk. És különösen férfiakat kérlek benneteket, hogy ezzel nagyon meg kell harcolni. Ezt. Talán szinte minden férfibe alapjáraton benne van a fösvénység. Az átlagban. Van egy-egy, aki úgy költ, mint Petőfi, az ritka. Legtöbb a hölgyeknek van ez a nagy ajándékuk. A férfiak pedig, hogy ezt ellensúlyozzák, mennyi volt, hogy volt, hol a pénz? Az azt mondja, hogy milyen pénz? Csak szeretnék nektek segíteni, drága barátaim. A fösvénységed, de nem lesz több pénzed. Legyél nagy vonalú. A feleségedet, de keresztül mutatod meg azt, hogy nem vagy fösvény. Így derül ki. Hát, ha te rövid pórázon tartod a feleségedet, mert tudja, egy nőt a pénzen lehet a legjobban megfogni. Semmivel nem fáj neki, úgy, mint amikor nincs lóvé. De mondok neked valamit. A mindenható Isten ezt leszkeneli, és amit te viselkedsz, ugyanazt fogod kapni. Azt mondja, azóta te fösvény szerencsétlen, neked is csak annyit adok. Én odaadtam mindenemet, erre te banizol. A nő szeret, hogy kölcsön. Ő úgy született, ő nem tehet róla. És ezért el kell különíteni, Norci, ezt neked elmondom most, mert ez fontos. Hősülés előtt ezt jó, ha megjegyzed. Pénzednek egy részét arra kell elkülöníteni, hogy legyen mit elpajjon a feleséged. És boldogan adjad, nem énekelve, nem sírva. Ez a tiéd. Kidobod az ablakon, akkor is a tiéd. Nagy vonalú vagyok. Úri ember. Embanizik. Nem én voltam. Valakinek. Ez nagyon fájt, amit mondtam. De értsetek meg egy dolgot. Egyszer ti is megvénültök, mint én. Rá fogsz jönni arra, hogy az a pénz, amit megspórolsz és megkuporgatsz, az részben elveszett. Hát mondjad nektek valamit, hogy jártunk egy pár évvel ezelőtt. Valakitől egy lakást vettem forma, de nagyon jó egyezéssel, mondom, hogy majd kifizetem 10-20 év múlva, tehát ez jó üzletnek szánt. Valami érte a tulajdonost, és mondta, nem, meggondoltam magam, vissza az üzletet, fizess ki nekem most. Hát azért lakás, ugye ez nem olyan könnyű, de volt valamennyi, kifizettük. Az illető szépen gondosan betett a bankba. Mennyi idő telt el? Körülbelül 3 év, 2 év. Vásárolt belőle magának 2 terítőt. Ruhaterítő. Ez volt az egész ágyterítő. Cserge. Ismeritek a cserget? Eredeti. Ez volt egy lakás ára, Kornisán volt. A régi Kornisán, ami azért, tudjátok, hogy egyik legdrágább hely, vásárhely. Ha rám hallgatott volna, hogy én 20 év múlva fizessem ki, akkor a normális árába kellett volna. Én örültem utána, akkor láttam az Isten, hogy könyörült rajtam, mert fájt, mikor ki kellett fizetni. Az egy, akkor körülbelül 2 autó ára volt, amikor fizettem. Tehát azért mondom, hogy tudod, melyik pénzed van biztonságban, amire az Isten ügyel. De nem attól, nem a fösvénye ki a vagyon. Hát ne hülyéskedj, ez nem igaz. Nem a 10
mi kuporgatjuk meg. Hát nem figyelted, hogy van, amikor bejön a tolvaj, és akkor jönnek a számlák. Ez is jön, az is jön. És van, amikor jönnek az angyalok, meg hordják a pénzt. Van, amikor valakik viszik, máskor hordják. A fösvénység nyújt utat nyit a tolvajnak, az egy bűn. Nagyon gonosz bűn. Az döbbent meg engem, hogy milyen bűnök közé van sorolva. Nem azt mondja, hogy hát, hogy gyarlóság, gyengeség, fösvénység, meg úgy jobban találna, ugye, nem? Még rimmelne is. Nem azt mondja, paráznaság, majdnem azt mondtam, hogy buzi, jaj. Bújasságot akartam mondani. Nyelvbotlás, nem biztos, hogy ebből adást tesz már. Szóval, nem. Csak mondom, ilyen bűnök közé teszi a Biblia a fösvénységet. Miért hangsúlyozom ezt annyira? Azért, mert a Biblia ide teszi. És csak is akkor van esélyünk megtisztulni, ha bűn bűnnek nevezzük, és nem gyarlóságnak. Akinek nem inged, ne vedd magadra. De ha te inged, akkor meg ne add másnak. Az adakozáskor is nagyon sokszor lehet érezni, hogy mikor gyűjtésről van szó, lehet, hogy van, aki ideges lesz. Ember, nem kötelező adni. De egyet tudok, hogy mi Istent soha nem tudjuk adósságba keverni. Soha nem bántam meg azt, hogy az Úrnak adtam. Soha nem tudunk túl sokat adni, mert mi az, amit nem az Úrtól kaptunk volna? Nézd meg ezekből a testi dolgokból mit kell megfeszíteni. Meg kell feszíteni a fösvénységet is. Az enyém. Tudod, hogy minden férfi egyszer engedi a pénzt? Komolyan mondom, minden férfi engedi. Koporsóban már nem így tartják az emberek, akiket már így tartják. Semmi értelme nincsen. Miért mondja a Biblia, mit egyél, mint egyél, öltözködj, és legyél hálás, legyél boldog. És nézd meg, hogy hol tudsz segíteni. És elsősorban a házasságon belül legyetek nagyvonalúak. Másik dolgod, amit mond a Biblia, az indulatok megfeszítése. Most Kolossé 3.8-ba folytatódik. Most pedig vessétek el magatoktól, ti is mindazokat. Haragot, fölkerjedést, gonoszságot, és a szátokból a káromkodást és a gyalázatos beszédet. Én azt látom, hogy ez a két trükkje van az ördögnek, vagy a kívánságokkal gyötör valakit állandóan, vagy az indulatokkal. Ritka az, hogy mind a kettő, de általában egyikre valahogy kapósabb az ember. Van, aki ugye az erkölcsi dolgok, hogy birkozik jobban, úgy megvan, nem is fösvény, nem is paráznat. Tehát, hogy igyekszik, de az indulataival viszont nagyon nehezen birkozik. És azt szeretném mondani neked, hogy az indulat megfeszítése pont olyan fontos, mint a kívánság megfeszítése. Mondd el a kedves szomszédodnak, talán neki is segíteni fog. Az indulat megfeszítése pont olyan fontos, mint a kívánság megfeszítése. Mert találkozni lehet keresztényekkel, és sajnos, hogy a keresztények az indulatos bűnökbe könnyebben beleesnek, mint a kívánságba. Mert az, hogy paráznosság bűn, azt szerintem úgy nagyjából mindenki elfogadja. De szeretném elmondani, hogy a harag, dühösködés, ordítózás, neheztelés pont olyan bűn, és pont olyan tragikus következményei vannak. Üres háló, biztos kudarc. Én nem tudom a te életedben melyik területet kell jobban takarítani, de én arra kérlek, hogy mindegyiket takarítsd. És ne engedd meg magadnak se a haragot, se az indulatoskodást, se az ordítózást, se a veszekedést, se a vitatkozást. Mert azt mondja a Biblia, hogy a fölgerjedés, harag, gonoszság, ezekből meg kell tisztulni. Ezek indulatok. Az embernek felmegy a cukra. És ugye különböző családokból jövünk. Vannak családok, ahol teljesen normális volt, felment a cukorkája az apukának, az anyukát átkötte az meleg éghajlatra, és ha már nem ütött két pofont, akkor az úgy békés volt az a nap.
Ilyen családokban nőttek fel sokan. Ez az igazság. Észrevétlenül tudod, mit hoztunk be? Ezt. Csak ez nem Biblia. A Biblia azt mondja, hogy öldököljük meg az indulatainkat is. Harag, mérgesség, fölgerjedés, tisztátalan beszéd, még ne is említessék. Mi az, hogy néha megeresztett magadnak egy-egy csúnya beszédet? Hát tudod, hogy a szád a teremtésnek az eszköze? A szádon keresztül Isten a láthatatlanból a láthatóba tudja kihozni a gyógyulásokat, szabadulásokat, a csodákat, az áldásokat. Abban a pillanatban, amikor az ördög befertőzi valakinek a nyelvét, ez nem fog működni. Lehet, hogy ugyanazt próbálja mondani, csak zengőjét és pengő címbalom. Ezért nagyon kell vigyázzunk arra, hogy a szánkat az ördög ne használja. Ha ideges vagy, mérges vagy, akkor sem. Az, hogy felmegy a cukorkád, az nem probléma. Az a probléma, hogyha az indulat elborít. Azt meg kell öldökelni, hogy itt a határ. Stopp. Vannak szavak, amit egy keresztény nem mondhat ki. Vannak szavak, amit egy házas nem mondhat ki. Akármennyire indulatos vagy, azt a szót, hogy elvárunk, nem mondhatod ki a feleségednek vagy a férjednek. Mérges vagy, akkor mérges, amelyet. Akkor is szeretlek. Szeretni foglak. És el nem hagylak. Na próbálj idegesen ezt kimondani. De gratulálok, el tudod mondani. Nem találkoztam még ilyennel, de lehet, hogy neked összejön. De akkor sem mondhatsz olyant, hogy amit az ördög sugallatára kimondasz. Emlékeztek Péterre? Egyiptomban mondja, hogy te vagy az élő Istennek a fia. Hú, mondja neki Jézus, hogy nem test és vér jelentette meg, hanem azért mennyi atyám. Hízott a mája, az igen, éreztem is. Két perc múlva már mondja, hogy mentsen, Uram Isten, nem történhet ez meg veled, és mondja, hogy figyelj, távozz tőlem, sátán. Már abban a pillanatban a beszédét az ördög használta. Tehát rendkívül fontos, hogy az indulataink fölött úrrá váljunk. Ez egy nagy harc mindannyiunknak. Sok igazságtalanságért, sok bántásért, sok sérelemért. Számomra a legmegdöbbentőbb, mikor valaki kereszténítére azt mondja magára, hogy keresztény, simán haragszik egy hetet, egy hónapot. Ember, összevesztél a feleségeddel. Az nem jelenti azt, hogy megengedheted magadnak, hogy te ne beszélj vele napokon át. Megy a gőzös. Ez nem működik. Meg kell öldökölni. Nem kell, csak egy döfés kell a felfut hólyagnak. Buf! És kimegy a nyomás. Figyelj, de bocsáss meg, tévedtem. Tudod mit? Ne haragudjál. Ne engedd meg magadnak azt, hogy az indulataid, mert indulatosan olyan beszédeket mond az ember, amit utána nem biztos, hogy vissza tud csinálni. Nem akarok ma negatív lenni, úgyhogy ezekre ma nem beszélek. Következő nagy lépés, ez volt a háló megtisztítása. Vissza fogunk majd térni ennek a jelentőségére még. De következő dolog, ami történt, hogy Jézus kinézi Simonnak a hajóját, és azt mondja, Simon, beszeretnék menni a hajódba. Ez is egy nagyon spirituális, profétikus, jelentős történet. Ha akarod, hogy az életedben új korszak legyen, akkor be kell hívnod a Jézust. Az életed, hajód, utasa kell legyen, ura kell legyen, kormányosa kell legyen, vezető. Hányan fogadtátok be már Jézust a szívetekbe? Ha még valaki ezt nem tette volna meg, akkor ne menj haza, még ezt nem teszed meg. De akkor megteszek fel egy kérdést, hogy az életedben Jézus utas, potya utas, megtűrt személy, segélyhívó, vagy inas? Áldj meg Uram, áldj meg Uram. Ez így nem működik. Nézzétek meg itt Jézus király, tanító, mint rabbi, és sőt, utasítást ad. Tudod, hogy mi a fontos, hogy az életünkben Jézus Krisztus király legyen. Mondjuk együtt, király. Az életünk királya, minden területen. Azután látjuk, hogy
hogy mondja Jézus Péternek, hogy vigyél engem be a hajóddal. Ez is egy nagyon jó spirituális dolog. Krisztus hordozónak kell válni. Megtértél már? Akkor ettől kezdve Krisztus hordozók vagyunk. Mi hordozzuk Krisztust a földön. Aki téged lát, látja Krisztust. Azt mondja, mi vagyunk Jézus Krisztus hordozói, nagykövetei. Ahol élsz, ahol laksz, ahol jársz, ott jár benned Jézus, nem? Te vagy a nagykövet. Egyik legfontosabb szerep, szolgálat a földön Krisztus hordozónak lenni. Szamárnak azt mondta, Jézus szólt, hogy hozzatok két szamarat, fel akarok ülni. És akkor a szamár milyen boldog volt, hogy vitte Jézust. Nagyon jó úgy élni, hogy hordozod Jézust. Életében a szamárnak nem volt ilyen útja, hogy előtte ruhákat terítettek volna, ágakat legyeztek volna, és kiáltsák, hozzánna, hozzánna. Nem miatta. Szamár pont olyan szamár volt, mint nagy szamár volt, mint addig. Csak az, hogy kit hordoz. Ha akarod, hogy az életedbe, Isten természet feletti módon beavatkozzon az életútadba, akarod, hogy nagy csodákat láss, ez úgy működik, hogy Krisztus hordozó. Mindent, amit cselekszünk, Jézus Krisztus dicsőségére tegyünk, mondja a Biblia. Őszintén tedd fel, jár Jézus dolgozni veled? Munkahelyen is. Mert a gyülekezetben remélem, hogy jön velünk az Úr, de otthon is. Van egy másik érdekes momentum. Azt mondja Jézus Simonnak, hogy vigyél be engem a földtől, távolíts el engem a földtől. Úgy gondolom, ebbe is van egy üzenet. Szakaszd el magad a földtől. Ne légy földi ember. A Biblia beszél Ézsauról, mondja, hogy mezei ember volt. Földi ember. Ne légy földi ember. Mi a földön élő mennyei emberek vagyunk. Ne légy földi ember. Mondjad a szomszédodnak, ne légy földi ember. Ne légy földi ember. Másik szomszédodnak is mondja, ne légy földi ember. Szeretnék mondani nektek valamit. Ha akarod, hogy az Isten terve megvalósuljon az életedben, akarod, vagy nem akarod? Ki akarja? Akkor egy fájdalmas, de erős döntést kell hozzál. Lesznek emberek, akiktől el kell szakadjál. Nem lehet úgy, hogy a hajód a parton marad, de azért nagy halak legyenek a hálomba. Akarod az Isten áldását? Akarod az új korszakot az életedben? Akkor vannak olyan emberek, akitől el fog szakadni az utad. Amikor a gyülekezetet elkezdtük csinálni, 90-ben, az egyik legfájdalmasabb számomra az volt, hogy úgy szakadtak a kapcsolataim, mint a zibzár. Egy két hónap alatt emberek tucatjai fordultak el, szakadtak el. A legjobb barátaim nem értettek, arról próbáltak meggyőzni, hogy miért kell gyülekezet, nem jó, amit csinálsz, stb. Stb. Nagy az Isten humora, nemrég azok közül egyik eljött hozzám, és mondja, hogy nagy gondban van. Mondom neki, azt érzem, hogy te egy új gyülekezetet kéne indítsál. Mondja, köszönöm szépen, én is úgy érzem. De ő volt az egyik, aki leghevesebben mondta nekem, nem jó, nem jó, maradj te ott, ahol voltál. Nem lehet egyszerre új korszakot régi kapcsolatrendszerrel. Ragad meg az igét, de legyél kész, és ne fájdalj, ne sírj azokra a kapcsolatokért, amik visszahúznak. Egy hajó nem tud túlmenni, ha nem vágják el a köteleit. És lesz, aki azt mondja, hogy elhagytál, nem hagytam el, én megyek előre. Aki jön a hajomba, jön, de én megyek, az Úr azt mondja, evez a mélyre. Hát a házasságok problémák, 99%-a tudjátok, miért van? Nincs szakadás. Csodálkoznak, hogy nincsen egybekötés.
nem lehet, nézd meg, azt mondja a Biblia, apádat, anyádat el kell hagyd, ha akarod, hogy valaha az életben legyen jó férj vagy jó feleség. Biblia. Tudom, hogy ezért megharagoztak rám némelyek, de az ő privát ügyük. De értsd meg, nem lehet ezt másképp megcsinálni. Ez egy folyamat. Van, akinél eltart egy hónapot, van, akinél eltart egy évet, van, akinél eltart 40 évet. De csak azután kezdődik a házasság építése, mert elszakadott valaki, és csak annyira, mennyire a póráz engedi. Olyan napokban győzöttem meg valakiről, valakivel foglalkoztam, és próbáltam, hogy az Úr munkájában egy nagyon tehetséges valakiről van szó, irányítani, és nem tudtam. Mit ad az Úr? Segített nekem az Úr. Megláttam a pórázt. Mondom, mind a pincsök kutyát, úgy vezetik ezt. Hát én mind mondhatom neki a jó dolgokat? Érzd meg, annyira fog Isten vezetni, mert amennyire enged a pórászod. Ha te emberektől függsz, emberek mit fognak mondani mások? Hát kit érdekel, hogy mit fognak mondani mások? Hát ez téged az ég adta a világon soha ne érdekel. Hát a jó emberek jót fognak mondani rólad, a rossz emberek rossz. Hát ilyen egyszerű. Hát Jézus nem evett, nem ivott. Vagyis evett és ivott a bűnösökkel. Keresztelő János nem evett, nem ivott. Azért hitták Keresztelő János, mert nem eszik, Jézus azért, mert eszik. Ilyen a világ. De ne az emberektől függél. Aki igazi barátod, ha olyan döntést hozol, amivel ő nem ért egyet, akkor is azt mondja, te, én jobban tisztellek, mint hogy elhagyjalak. Magyarázd meg, nem értünk egyet, de akkor is mondjad, inkább vitatkozik egy ott veled, de nem haragszik meg rád, nem szakad el. Aki elszakad olyan semmilyen, mert nem értesz vele egyet, örülj neki, mert megszabadultál egy kolonctól. Ez csak az életet hajójának a vasmacskája volt. Tudjátok, mi a vasmacska? Az egy nagy darab öntvény vas, amit ledobnak, hogy ne tudjon elmenni a hajó. És telé vannak a keresztények vasmacskákkal. Vannak vadmacskák, és vannak vasmacskák. Kinek egy jutott, kinek az jutott. De ne engedd, hogy ezek fékezzenek téged. Amerre fúj a szél, tudj menni. A jó barátok veled tartanak. Aki nem tart veled, örülj neki. Megszabadultad, ott nem barátod. Azt mondja az Úr, a földtől el kell szakadni. Te természet feletti lény vagy, te tudtad? Földön élő, de mennyei állampolgárságú, de mennyben lévő. Te tudod, mit mond a Biblia? Jézus Krisztussal együtt fel vagyunk ültetve a mennyben. Na most nekem magyarázod, hogy itt ülsz a gyülibe. Hogy vagy a mennybe? Én ezt nem tudom megmondani, hogy, de én azt tudom, hogy úgy van. Azt, hogy nem tudom megmagyarázni, az még nem azt jelenti, hogy nincs úgy. Hát a Biblia azt mondja, mennybe vagyunk, azt jelenti. És én ezt tiszta szívből úgy is hiszem, hogy a szellemünk, amikor ugye az Úrban vagyunk, és a Szent Szellem ugye át most meg megérjént, valóságosan a mennybe vagy, valóságosan Isten dicsőségébe vagy, természetesen azon a helyen, ahol a földi emberek lehetnek. De hát az nem természetes állapot, mikor érzed, hogy ez kenet, hogy átjár, betölt, Szent Szellem kommunikál veled, új kijelentéseket. Tudod miért? Mert a mennybe voltál. Néztek rá, mint a lőtt medvére. Vannak énekek, zenészek. Most figyeljetek. Vannak énekek, amit a mennybe énekelnek, neked a Szentlélek lediktálja. Doki, most üdvözöllek, látlak. Nem voltál itt, mert el voltam akadva. Fertőző betegekkel itt elbonyolultam. De annyi bajom nincs nekem, mint neked, de azért az Úr áldjon meg téged is. De jó zenész vagy közben. Szeretném elmondani, hogy az igazi dicséretek azok a mennybe meg vannak. Az nem itt a földön találja ki, na, hogy is csináljuk, hogy akkor így szeretem az Urat. Nem, hanem az Úrat szeretem így, nem így az Úr szeret engem. Ez nem az emberi eszme, ha van ilyen is, csak azt nem lehet énekelni. És az ember azt unja, amikor már tanulják is unják, akik éneklik is unják, és akik hallgatják is unják.
De amikor érzed, hogy a mennyből kap valaki, akkor azt a érzed, átjár mindenestől. Ezt tudod honnan ered? A mennyből. Tudsz a mennyből venni infókat? Hát például az, hogy van üdvösséged, ezt ott honnan tudod? Hogy a mennyből sugja neked a Szentlélek, már megvan a helyed. Itt vagyok mi is. Szeretlek téged, az enyém vagy. Neved, fel van írva neved az élet könyvébe. Nem sokára jövök utánad. Hát honnan a csodából tudna egy ember ezt kitalálni? Nem, a szellemed érzi. Az emberi földi létünk, az nincs úgy elszakadva mentő, mint azt mi gondolnánk. Az nem úgy van, hogy majd aztán, amikor meghalunk, akkor hú, túrázunk, valahogy átmegyünk az egyik világból a másikra, akkor derüljük, hogy te, hát mi jártunk. Akkor Szentlélek betöltött, ez az, ebből éreztünk mi. Csak mértékkel nyilván, mert vissza kell jönnöd. De a szellemed ott van az Istennek a jelenlétében. És amikor imádban és keretben egyesül a szellemed az Úrral, akkor felemel erről a földről, és érzed, hogy te. Hát miért mondja Dávid, jobb az Úrházának küszöbén, jobb egy nap az Úrházának küszöbén. Csak egy pillantás. Mert ilyen az Istennek a jelenléte. Ez az, amire a legnagyobb szükségünk van. Ez nem vallás, ez nem felekezet, ez nem emberi erőködés. Ez a kereszténység, hogy az Úrral együtt vagy, az Úrban vagy. Hát miért tudott Pál apostol úgy beszélni, amikor mondták, hogy figyelj, ne menj fel Rómába, mert kinyírnak. Szóval mit fárasztotok engem? Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyeresség. Nem úgy, jaj, nehogy meghalljak, júj, még jó szóltok ember, nehogy, jaj, mit tanultam, mit dolgoztam. Szóval ne hülyeskedjetek, én hazavágyok, hát én tudom, hogy hol megyek. Én csak attól, miért vagyok itt, miattatok? Másképp már rég elhúztam volna. De miért? Nem belebeszélte, ő benne az örökké valóságban élt. Te már az örökké valóságnak a része vagy. Beléd helyezte az Úr az örökké valóságot. Már el vagyunk szakadva a földtől, csak a testünk köt ide, és a testünk miatt vagyunk itt. De szellemünk mi már egy más világhoz tartozunk. Mennyi légyek földi küldetéssel? Egy rövid küldetésünk van. 100 év. 80-100 év, kinek menjön össze. De csak egy küld, ezért ne izguljál, ne félj, ne erre koncentrálj, minden, nézd meg, úgy, ahogy van ez a világ, mint a Titanic, hétről hétre megy beljebb, már alig látszik ki a irányító torony belőle. De megszabadít az Úr bennünket. Mi nem lefelé fogunk menni, hanem elhúzunk felfele. De csak akkor, aki készen van. De csak azok, akiknek tiszta ruhájuk. Azek azok, akik megmosták ruhájukat, és megfehérítették a ruhájukat a báránynak vérében. Ezért ne haragudj rám, hogy én most ilyen negatív dolgokról beszélek neked, mert szeretném, hogy ne maradj itt. Hát mit mond Jézus? Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem méltó én hozzám. Az egyik legfájdalmasabb történet a Bibliából. Eljön két angyal, hogy Lótot és családját kimentse. Azért egy angyal is elég erős lett volna, de ketten kitépték, valahogy kihúzták. Erre kihozzák valahogy Lótot és családját, de a feleségének nem tudta megállni, és visszanézett. És annyi volt. Ne engedd, hogy téged a föld ennyire oda ragasszon. Legyél mennyei ember, mennyei gondolkodású, mennyi dimenzióba éljél. És tudod, mi lesz? Az a földi ellátásod sokkal jobban fog működni. Keressétek először Istennek az országát és az ő igazságát. És utána mit mond az ige? Mindezek? Megadatnak. Sokkal jobban meg lesznek az anyagi szükségét betöltve, hogyha mennyi életmódot élsz, mint hogyha ezekért kaparsz és erőlködsz, küzdesz, ember, küzdjél, ahogy mondtad, Marx, már elfelejtettem. Hogy? Küzdve küzd, és bízva bízva. De ezt nem Marx mondta. Madács mondta. Marx, én nem erre gondoltam. Én a Marxra, hogy tudod, akkor volt egy ilyen mondás, hogy húzzál, küzdjél, dolgozzál. Nem a te erőd miatt, nem a te erősködésed miatt, hanem az Isten jósága fog téged megáldani. Nem a
akartam ilyen hosszan prédikálni ma, pedig... De bízom abban, hogy meggyőztelek arra. Egy más életformára hívott el az Úr bennünket. Nem tudom, hogy hogy áll a hajód, de amíg a parthoz ki vagy kötve, a nagy halak ki fognak kerülni. Ha szeretnél nagy és nagy áldásban élni, akkor el kell engedd a partot. Lesznek emberek, akik mondják, hogy felvágsz, lesznek mások, akik azt mondják, hogy elválsz, harmadik azt mondja, hogy itt hagysz, nem foglalkozol velem, de te foglalkozz azzal, hogy neked hol a helyed. Elsősorban ne mindenki véleménye legyen fontos, az utolsó, adjad az Istennek, az első helyre tegyed az Isten véleményét. Utána Jézus mondja a következőt Péternek. Nézzétek meg, rendkívül fontos rész ez is az üzenetnek. Úgy gondolom, mikor pedig megszűnt beszélni, mondd a Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat a fogásra. Egy rendkívül fontos momentum a Simon életében. Jézus prédikál, és amikor megszűnt beszélni, akkor kezd beszélni Simonhoz. Látjátok? Az érdekes a fogalmazás is. Kétfajta üzenet van a Jézus mondatában. Azt mondja Simonnak, hogy evezz a mélyre, és utána mondja mindenki a tanítványoknak, és akik vele vannak, hogy vessétek ki a hálóitokat a fogásra. Ezt azért tartom fontosnak, mert két típusú üzenete van Jézusnak és az Istennek. És ezt a kettőt nem meg kell tanulni megkülönböztetni, és meg kell tanulni beazonosítani. Péternek mondta, hogy evezz a mélyre. Nem mindenkinek mondta ezt, nem egy általános. Van Istennek általános üzenete, ami mindenkire érvényes, és van olyan üzenet, amikor neked mondja az, hogy evezz a mélyre, Petikém. Csináld ezt! Mind ahogy, ezt nem lehet úgy, hogy most én is, hát ha én Péternek ment, akkor én is bevezzek a mélyre, és akkor ugyanúgy, ez nem így működik. Meg kell kapjad. Azt, amiután az Úr üzenete elhallgatott, utána jön a személyes kijelentés, ami csak neked szól. Hol, mit vállalkozzál, hol dolgozzál, ha nincsen házastársad, de csak ha nincs, kit vegyél el? Ha lakásra van szükséged, mit csináljál? Hol vannak azok a források? Mert az, a földrajzi helyeken az áldás el van rejtve. A földet nevezte ki Isten az áldás forrásának. A föld eltartja az embert. Légy nyugodt. Nincsen még túlnépesedve. Bőven még van annyi áldás, hogy téged Isten meg tud itt áldani. De hogy hol van a te áldásod, ez titok. Elment a sivatagba, hogy hívták a feleségét Ábrahámnak? Hágár. Neki fogod kiabálni, sírni. És egyszer az angyal mit mond? Miért sírsz, Hágár? Ott van a forrás. Ez a személyes kijelentés. Ezt csak ima, bőjt, és tudod, hogy hol halod meg? Miután elszakadsz a földtől. A parton ilyen kijelentések nem érik az embert. Uram, mutasd meg! Azt mondja, megmutat, miért akarom megmutatni? Gyerekkel, szakadj el, zárkozz be, gyere az imád kamrádba, gyere az Úr jelenlétében, és ott kapod meg azokat a személyes kijelentéseket helyre pontosan, ahol téged Isten meg fog áldani. Ezt mondja, evezz a mélyre. Lehet, hogy más embernek más mondott volna. Nem lehet általánosítani az üzeneteket, és nem szabad utánozni. Na másik mit csinál? Hát figyelj, ezt csinál, akkor én is azt fogom csinálni. Nem aki akarja, sem aki fut, sem aki kopiál, sem aki másol. Sem a gyülekezetépítésben nem működik ez, sem a vállalkozásban nem működik, hanem az, és még a házasságban sem működik. Az Isten akar neked személyesen szólni. Azt mondja, hogy Simon, neked mondom, evezz a mélyre. Van egy hely, ahol én meg tudlak áldani, és meg akarlak áldani. Azt neked mondom meg csak. Tudod, mikor jön az üzenet? Mikor elszakadtál azoktól, akik ezt nem kell hallják. Van a másik kijelentés, hogy vessétek ki a hálóitokat. Ez mindenkinek üzenet. Mindenkinek ezt meg kellett csinálni.
De meg kell különböztetni ez a két típusú üzeneteket. Az általános üzenetek mindenkinek szólnak, de ha nincsen személyes üzeneted, nem tudsz haladni az élet, a kereszténységben. Szükséged van, hogy Isten szóljon hozzád személyesen. Például, amikor az ember betegséggel küzd, csak egy szó, elkapja, és már akkor gyógyul. Abban a pillanatban beléd megy a szavon keresztül az Úr gyógyító erre. Rád megy, meggyógyultál. Lehet, hogy testvér csak kezed fog és mondja, hogy gyógyítson meg az Úr. Lábadat, kezedet, fejedet, meg is gyógyult, abban a pillanatban. Hát neked szólt az Úr. Az Úr beszédében benne van már az áldás. Akkor azt mondta az Úr, legyen föld, akkor ez nem úgy volt, hogy akkor kették lapátolni az angyalok jobbról, a Marsról, a Holdról, kicsi homokot hozzunk össze, valami legyen. Az már benne volt az Isten beszédében. Akkor kimondta, hogy legyen nap, egyből lett nap. Mert ilyen az Isten beszéde. Azt mondja az Úr, légy egészséges, szabad, légy szabad, légy áldott, légy győztes. Ez egy szempillantás töredéke alatt a Szent Szellem így az igén keresztül belehatol a szíveknek és az ízeknek a megosztásait. Te rögtön tudod, hogy ez neked szólt, és szabad vagy, és áldott vagy. Ez az a beszéd, ez az a szó, amit el kell kapni. Ez az a szó, az a kijelentés, amit nem lehet pótolni, nem lehet utánozni, nem lehet helyettesíteni. Ezért nem a Biblia olvasás önmagában még nem elég, hogy én olvastam a Bibliát. Kérdés az, hogy szólt hozzád, vagy nem szólt hozzád? Mert ha szólt hozzád, oké, de ha nem szólt hozzád, akkor baj van. És még segítségül hadd mondjak zárójelbe egy annyit, hogy van olyan állapot, amiben Isten nem tud szólni az emberben. Nem azért, mert nem akar, nem vagyunk mi alkalmasak. Olyankor többet kell olvasni a Bibliát. Eltelik egy óra, eltelik kettő, van on nekem is, hogy 4 órát is olvasok, és majd a 4. óra végén, jaj, tényleg? Mert van, amikor ennyi, de van, amikor nem ennyi. Ez a különbség. Értitek? De addig nem menj. Például ott volt Jákob. Tudta, hogy jön Ézsau. Ha az Isten marta, rajta most nem könyörül, ő meghal. Ezzel tisztában volt. Hát még ismerte Ézsaut. És még azt is mondták, hogy a 400 emberre, neki ennyi elég volt. Egyedül is veszélyes, hogyha 400 emberre. De mit csinált? Elküldte az Isten angyalát. Miért? Hogy személyes üzenetet adjon. És már beszélgetnek. Azt mondja, nem. Még meg nem áldasz, én el nem engedlek. Tudta azt, hogy neki személyes üzenete volt. És mi volt az üzenet? Megroppintott a csípőt, azt az óember Mortus, új nevet kapott, nem Jákob, a múltnak annyi, Izrael, az én oldalamon harcoló, mert sántikálva, de boldogan. Lehet, hogy megroppantja az, és az Isten igéje ilyen, megrompatja az óembert, lehet, hogy a nagy gőgöd elszáll. Kicsit ilyen csípőfűcamos leszel. Lehet. Az óembernek nem baj, ha csípőfűcamos. De azzal a csodálatos támogatás, hogy az Izrael Istenéhez tartozol. Ahhoz a sereghez, aki a győztes, az Úr oldalán győztes csapathoz. Dicsőség az Úrnak. És te ez a csapathoz tartozol. Dicsőség az Úrnak. Úgy gondolom, ez is egy fontos része az üzenetnek. Utána még van a történetben, nem is gondoltátok, hogy a történetben mennyi üzenet van. Látjátok? Most már aggódok, hogy tudjam elmondani, de bízok abba, hogy csak kibírjátok. Még igyekszek egy kicsit gyorsabbra is kapcsolni. Utána a döntő, tudod mi volt? Simonnak a viszonyulása. Azt mondja, oké, uram. Annak ellenére, hogy egész éjszaka mi hiába haláztunk, de te mondod, megcsinálom. Most figyeljetek rám. Nem az változtat meg téged, hogy mit szól az Isten. Bármilyen furcsa, amit hallod, jól hallottátok, amit mondtam. Hanem az, hogy te erre hogy reagálsz. Mert Isten jó, Isten felhozza a napját a jókra és a gonoszokra, de csak annyit tud, mert annyit profitálsz belőle, amire te pozitív választ tudsz adni.
A te és az én döntésem dönti el a döntő kérdést. És Simon jól döntött. Igen, Uram. Szeretem az Urat, mert mindig az Isten beszél, de nem ahhoz köt, hogy nekünk milyen kudarcaink voltak. Istent ez nem zavarja. A 21-szer megbuktál. És van érzem a szellememben, hogy van egy valaki olyan, aki állandó visszaeséssel küzdesz. Van egy jó hírem. Isten ezt egyáltalán nem jöhoz a zavarba. Tudod mit? Azt mondja neked az Úr. Evez a mélyre. Mert evez a mélyre. Fogsz győzni. Mert én az Úr a győzelemnek az Istene. Nem, ne fosszon meg téged a tavaly kudarca a jövő áldásától. A múltnak a kudarcai ne tegyenek téged, ne engedd, hogy gátként meggátoljanak. Isten számodra fantasztikus jövőt készített. És a másik, amit figyelt meg az ígében, hogy Isten mindig szeret olyanokat mondani, hogy az embernek a haj az égre áll. Azt mondja Péternek, Péter, a tengeren hajóznak, gyere, gyalog, gyere, jövő, gyere nyugodtan. Nem szükség, az Istennek nincs szüksége a mi tapasztalatunkra. Akkor is meg tud áldani, hogy soha nem csináltuk. És hogy szereti az Úr olyan dolgokra vizetni, amit soha nem csináltál. És győzni fogsz, csak hallgass rá. Fantasztikus lehetőségek vannak az Úr vezetésében, az Úr jelenlétében. Láttam, hogy kicsit fáradtak vagytok, kérlek, álljatok fel, tapsoljuk meg Jézus Krisztust. Kicsit eleve köszöntsétek egymást, mondjátok el a menetet állónak. Nagyon jó helyen vagy, Isten áldjon meg, érezd jól magad. Jó az Úr, és örökkéval az ő kegyelme. Foglaljátok helyet. Köszönöm szépen az együttműködést. Csak egy kis friss levegő. Lekapcsoltad a fűtést, Gyula bátyám? Kapcsold le, mert olyan jó meleg van, áldja meg az Úr, mindjárt horkolnak a testvérek. Úgy járok, mint a székely, mikor mondja, hogy kell szóljak, hogy költsed fel Gyula bástek, aztán visszaszólsz nekem, költsed fel, aki elaltattam. Minden áldásnak a kulcsa úgy hívják, hogy engedelmesség az Isten szavának. Mondjuk együtt, engedelmesség. Mert hogyha hallgatsz az Úr szavára és megcselekszed, mondja 5 Mózes 28, minden népnél feljebb valóvá tesz téged az Úr. Nem a Isten igéje, ez a kijelentés minden ember számára érvényes volt, Izrael minden egyes lakója számára. De ebből profitált csak az, aki engedelmeskedett. Ez csak próba, hogy ébren vagytok-e? Csak ropognak a melegítők, ne aggódjatok. Ilyenkor hűlnek. Mindjárt bekapcsoljuk, akkor melegednek. Csak azért, hogy ébredsz, aki áll. Most semmi probléma. Ébre vagytok? Az engedelmesség nagyon nagy kulcs. Amikor az Úr olyanra kér, ami nehéz. Hallod, és engedelmeskedsz egészségedet, akkor mi lesz? Megáll téged az Úr. Az engedelmesség az egyik nagy titok, és ez is az új ember megfeszítését követeli, nem megy ez könnyen, de megéri. És akkor azt mondja az ége, hogy bevették a hálójukat, és mi lett? Szakadozott a hálójuk. Ez is egy nagy kijelentés, mert a háló az a személyiséged. Lelked, szellemed, gondolataid, érzelmeid, fizikai képessége, együttese a hálód. Ezért például fontos a tanulás, mert a tanulással is szélesíted a hálódat. Fontosak a jó kapcsolatok, mert azzal is szélesíted a hálódat. Fontos a jó kenet és az urban járás, azzal is szélesíted a hálódat. Mert a hálód mérete dönti el, hogy mennyi hallal maradsz. Istennek, hát ott a te annyi hal volt, hogy azt nem lehet kifogni. Azt mondja a Biblia, Isten betölti a mi szükségeinket, az ő gazdagsága szerint. Tehát az Isten áldása mértéktelen. Nincs limitje az Isten áldásának. Nem Isten fogy ki az áldásból, hanem mi magunk korlátozzuk, mivel? A hálónkkal. Amekkor a hálód, annyi az áldásod. Mondd el a szomszédodnak, mert lehet, hogy soha nem hallott eddig. Amekkor a hálód,
annyi az áldásod. Nem mást próbál hibáztatni, hanem gondolkozz, hogy a hálón hogy tudnál növelni. Ha nagyobb áldást akarsz, akkor a hálót kell növelni. Jó hírem van, mert a háló az úgy van csinálva, hogy azt fonják. Azt mindig lehet növelni. Fonod, fonod, fonod. Mindig lehet tanulni. Igaz, Józsi bácsi, mindig lehet tanulni? És mindig lehet tanulni. Mindig kell, és mindig lehet tanulni. Ne korlátozd le magadat. Én úgy gondolom, hogy a fizikai tanulásra is nagy szükség van, a képzésekre is nagy szükség van. Nagy hiba, ha valaki megáll. Amikor egy ember nem tanul, akkor azt jelenti, hogy megvénült. Már utána már csak meg kell halljon Sanyiót. Komolyan mondom, rendkívül baj, mikor elkezd az ember visszafejlődni, hogy már neki már jó. Akkor elsorvadt az a hálója is, ami addig volt. Nem jó. Növeld a hálódat. Minden irányba terjesz ki, mert annyi hajrat tudsz befogadni, amennyi a hálód. Meddig folyt az olaj, amikor a proféta mondta az asszonynak? Ha meddig volt ott edény? Mikor az edénynek? Annyi elfogyott az edény, megállt az olaj. Nem az olaj állt meg, hamarabb, hanem az edény fogyott el. Ezért a képzés, a tanulás, az Úrban, például az Úrban, mondja a Biblia, hogy örülsz, és kiterjed a szíved. Például ha örvendezel az Úrban, attól nő a hálód. Ez nagyon fontos. Depressziós vagy? Mi van? Hagyj békémet. Zsugorodik össze a háló. Nem lehet, ami össze van gabolyodva a háló, nem lehet csak konzerves doboz fogni vele. Fontos az öröm, a vidámság, jóked. Legyél vidám, normális ember. Dilló, fixes, farizeussal tele van a világ, akik gátat lehet rakni a maroson. Ideje, hogy normális, vidám emberek legyünk, akik a világ számára normális alternatív. Azt mondja, te ahhoz képest, hogy keresztény vagy, elég normális vagy. Ez már igen. De látják, hogy szegénynek hiányzik egy kereke, hát az úgy van, sajnálják, szegény. Látszik, hogy legyél az örvendezést tesz normálissá. A kapcsolatokkal lehet szőni a hálót. A kapcsolatok az nem maguktól épülnek. Hálát adok neked, Uram, nem vagyok olyan, mint az, meg a másik, meg az. Így nem lehet, így csak lehet nyírni a hálót. Minden elvágott, Istentől rendelt kapcsolat, minden levágott kapcsolattal sökken a háló. Ha meg szövöd a kapcsolatokat, nő a hálód. Ezen dolgozni kell. Az életedből tegyél rá egy fél napot, egy hétből, egy napot, amikor azon dolgozol, hogy építed a kapcsolataidat, nem mással foglalkozz, ne az autódat fényezzed, akkor ne a semmi más, építsed a kapcsolatot, ott, ahol kell. Ha az asszonnal kell csinálni, a kapcsolatot kell építeni, akkor azt építsed. Ha gyermekeddel, azt, ha testvérekkel, azt, ha a munkatársaiddal, azt, de nem lehet kapcsolatok nélkül hálót, nagy hálót építeni, kapcsolatok, és munka nélkül. Nézzetek meg, ez egy megfigyelésem, nem kijelentés. De rossz kapcsolatú emberek egytől egyig nehéz, kevés hallal küzdenek. Akinek nagyon nagy hálójuk van, azokon általában sok haluk van. Neki könnyű. Tudod miért? Nem könnyű, ő ezen dolgozott. És sokat dolgozott. És nagyon sok pénzbe kerülnek a jó kapcsolatok. Mész, elvisz ebédre, másokat elvisz vacsorára, másokat reggel, azért, mert éhes vagy, hanem azért, mert ez másképp nem működik. Nem fognak hazajönni hozzád a kapcsolatokat szönni, azt neked kell csinálni. És ha elrontottál kapcsolatokat, akkor vannak, amit nem is tudsz helyrehozni, akkor ezért kell imádkozni, hogy Uram, szeretném, ha visszahoznád, vagy adjál az Úr helyette másikat, de nem, ne jár hálók nélkül, mert hiába dobod ki, a markódot nem azt mondta, hogy menj hozzá, halászbotocs halásszál. Hálóval kell halászni. Miért a hálónk korlátozza az áldásunkat? Amen. Na most már mindjárt befejeztem, egy kis türelem és amen. És akkor lesztek ti nagyon boldogok, tudom, de azt is mondja, úgy folytatódik a történet, hogy kellett, olyan sok halat fogtak, hogy kellett hívják a másik hajót,
amelyben nem volt Jézus, és mind a két hajó csordultig megtelt. Ez benne van Ábrahámnak az ígéretében. Azt mondja az Úr neki, hogy áldás leszel. Téged Isten nem csak annyira akar megáldani, hogy neked legyen áldásod, hanem Isten téged áldás csatornának akar, nézett ki. Akar, hogy rajtad keresztül mások áldáshoz jussanak. Anyagihez, szellemihez és máshoz is. Dicsőség az Úrnak. Nagyszerű elhívás. Nagyon jó dolog, hogy mások számára áldások lehetünk. De mielőtt az új korszakba belép Simon, van három felismerése. Gyorsan nézzük meg mind a hármat. Az első az, hogy leborul Jézus előtt. Felismeri, hogy Jézus az élő Istennek a fia. Zsidó ember volt. Zsidó ember nem térdelt le olyan személy előtt, akiről ne lett volna isteni képe. És egyből, ez volt az első felismerés. Mindig vannak felismerések, amik nélkül nem lehet tovább menni. Tudjátok, vannak dolgok, amit meg kell tanulni, de vannak dolgok, amit nem lehet megtanulni. És például ez a felismerés. Ezt te kell felismerned, hogy Jézus Krisztus az élő Istennek a fia. Ezt nem tudja neked senki elmondani, elmondhatjuk ezerszer. Ezt te vagy felismerted, vagy nem ismered. Második dolog, amit mond. Én bűnös ember vagyok. Ezt szintén fel kell ismerni, ezt másképp nem lehet. Ha mindig más mondja, hogy bűnös vagy, akkor neked, akkor haragszom mindenkire. De az ember mikor érzi, hogy én rontottam el. Dávidnak, tudjátok, mi volt az áldott nagy szerencséje, amikor miután megölte a barátját és elvette a feleségét? Hogy volt felismerése. A felismerés megmenti az életedet. A felismerés egy új korszakot készít mindig elő. Még ha rossz korszak volt az életedben, akkor is csodálatos korszakod lehet. Mert amikor a proféta azt mondta, hogy te vagy az ember, akkor azt mondta, vétkeztem. Nem magyarázkodott. Mikor magyarázkodik az ember, azt jelenti, hogy van ismerete, de nincs felismerése. És ez a legnagyobb problémája sok embernek, amikor vétkezik házasságtörésbe, vagy más nagy bűnökbe, vagy bármilyen bűnbe, alkoholba, stb. Hát igen, lebuktam, hogy elrontottam, hogy elárultak. Ez azt jelenti, hogy van ismeret. A felismerés az, amikor nem kell senki, nem mondta senki ezt Péternek, hogy ennyi, azt mondja, én bűnös ember vagyok. Uram, kegyelemre szorult lény vagyok. Rád van szükségem. Ez az állapot nyitja meg az új korszak előtt a kaput. Mindaz, amiről ma eddig beszéltem, az csak bevezetője volt annak, hogy ezt a három felismerése legyen egy embernek. Arról, hogy kicsoda Jézus, arról, hogy kicsodák vagyunk mi. Kegyelemre, kegyelemből élő lények vagyunk, mert a bűnös embernek kegyelemre van szüksége. A harmadik kijelentés nem kisebb, mint a kettő. Az is pontosan ilyen fontos, és most úgy érzem, hogy a karizmatikus világban ez nagyon ritka, mégpedig az, hogy a bűn és a szent nem fér meg együtt. Azt mondja, hogy távozz tőlem. Én nem mehetek. Én bűnös vagyok, te szent vagy, és mi nem mehetünk együtt. A bűn nem fér össze a szenttel. Sok ember azért nem tud megtérni a bűnből, mert nincs meg ez a kijelentése. Eljárt gyülekezetekbe, hazudozik pont úgy, mint addig. Másik lop, másik paráználkodik. Azt képzelj, azzal, hogy jár gyülekezetbe, valamit változtat. Értsd meg. Azzal, hogy valaki eljön egy gyülekezetbe, és koptat egy széket, attól még nincs üdvössége. Ez a kijelentés rendkívül fontos, hogy Uram, a Szent Isten jelenlétébe bűnös nem juthat be. De mi szeretnénk mégis bejutni az Úr jelenlétébe. És azért jött Jézus Krisztus, a Jézus kegyelme, meg lehet tisztítani Jézus vérével, de nem lehet, a szent és a szentségtelen nem fér össze. Azt mondja, hogy nagyon nagy közbevetés van, áthatolhatatlan válaszval van. A bűngyűlölet csak ebből a felismerésből születik. Ha úgy, vannak emberek, akik úgy érzik, hogy jaj, bocsánat, itt van, pásztor, van, aki előttem. Jaj, bocsánat, ön, emberek, nehogy félreértsetek, tőlem ne féljetek. Én vagyok az utolsó ember, akitől kell féljek.
az Istentől kell félni. Azt mondja a Biblia, ezt nem olvastam fel, mindnyájan megfélemlettek. Az Isten félelemből kell szülessen az a bűngyűlölet, nem az, hogy lebukjak, és meglát valaki, és megtudja, az ilyen hülyeségek. Ez óvoda. Hanem abból, hogy én be akarok jutni a dicsőség királyához. Én a mennybe szeretnék jutni. Oda meg bűn nem jött be. De be akarok jutni? Akkor mi a teendő? Hogy megtisztulunk Jézus vérébe. Hiszünk Jézus vérébe. Kérjük, Uram, hogy szentelj meg, mert be akarok jutni. De ne játszd el a kettőt. Az a kettő nem fér össze. Ne próbáld eljátszani, hogy hát én is imádkozok, én is járok ide. Nem érdekes, hogy mit csinálsz. Kérdés az, hogy meg vagy mosva, fel van írva neved, vagy nem vagy megmosva. Mert azt mondja a Biblia, szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. De dicsőség az Úrnak, Jézus Krisztusnak a vére. Megtisztít minket minden bűntől. Tehát van csodálatos esély, van reménység. Bármennyire elrontotta, ez az egész történet úgy kezdődött, hogy hiába haláztak, egész egy el volt ront, egy elrontott éjszaka. De egy csodálatos jövővel folytat, fejeződik be. Mégpedig úgy, azt mondja neki, miután ezt a három dolgot mondja Péter, azt mondja neki Jézus, Péter, ne félj. Van egy jó hírem a számodra. Egy új korszak fog kezdődni az életedben. Mától kezdve emberhalászt csinálok belőled. Egy új korszak lesz az életedben. Dicsőség az Úrnak. Szent meggyőződésem, hogy Isten sokat szok számára új korszakot tartogat. De engedd, hogy az Szentelem megtisztítson. Engedd, hogy a bűnt kidobja. Te is tedd meg a te magadét. Az Úristen is megteszi a magáét, és meg fogod tapasztalni, hogy a győzelem nem fog elmaradni az életedbe. Dicsőség az Úrnak! Kélek, álljatok fel, és fogunk a dicséretet kérem, hogy jöjjön a helyre, fel a színpadra, és közösen mondjunk el egy imád. Hányatok számára volt aktuális a mai üzenet? Akkor kérek, hogy mondjuk közösen egy imád. Mennyi, Atyám! Köszönöm neked, hogy elküldted a te fiadat, Názareti Jézus Krisztus, hogy számomra új esélyt, új korszakot hozzon. Uram, én a mai napon megalázom magam, és elismerem, hogy a te kegyelmedre nagy szükségem van. Rád vagyok utalva, rád van szükségem, de én most megítélem magamat, hogy ne ítéltessek meg. Megfeszítem az én óemberemet. Megfeszítem a kívánságaimat. Megfeszítem az indulataimat. Jézus hatalmas nevében hadat üzenek a test cselekedeteinek, és odaszánom magam Isten országa számára. Itt vagyok, Uram. A te utadon akarok járni. 100%-osan. Most meg engem, Jézus félre, tisztíts meg elmémet, gondolataimat, szemeimet, látásomat, hallásomat, nyelvemet, érzéseimet, érzelmeimet, egész testemet. Én pedig megbocsájtok minden embernek, aki ellenem vétkezett, teljes szívemből, és kivetek a szívemből neheztelést, haragot, indulatoskodás, duzzogás, puffogás, morgolódás az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. És megvallom, te vagy az én életem ura, te vagy az életem királya, te vagy a kapitányom, te vagy a királyom, én pedig a te hordozód vagyok. Hordozni foglak, Uram, a világon, világítni foglak, ragyogni fogok az emberek számára. Jézus hatalmas nevében köszönöm neked azt az új pályát, amit készítettél. Köszönöm, hogy engem is emberhalásszá tettél. Tégy hatékonyja engem, Uram, Jézus nevében. Amen. Az Úr áldjon meg titeket.